Sziasztok lányok és fiúk, vissza is tértem, és a mostani alkalommal a PDF generálást fogjuk megvizsgálni. Mielőtt azonban bármit is csinálnánk, szükségünk lesz egy kiegészítőre a mai alkalommal, ugyanis PDF-et nekiállhatunk lényegében csinálni bentről Java-ból, megpróbáljuk lekódolni a nulláról, de teljesen felesleges, mert vannak már olyan összerakott package-ek, amelyek segítségünkre lesznek abban, hogy ezt megtegyük nagyon egyszerűen. Ugyanúgy, ahogy grafikai elemeket sem a nulláról programozunk, hanem a JavaFX segítségével az ő elemeit meghívva. Többféle segítségünk is akad, az egyik ilyen az úgynevezett iText, és én a video description-jébe be fogom tenni, hogy honnan tudjátok letölteni azt az iText-et, amire szükségünk van. Alapvetően én az 5.5.5-öst használom, de lehet használni akár későbbit is, de nekünk ez tökéletes lesz arra, hogy létrehozzuk azt, amit szeretnénk. Úgyhogy, ahogy említettem, le kell töltsük ezt a 5.5.5-ös járfájlt, iText járfájlt, és utána győződjetek meg róla, hogy ez a file, ez be van ide húzva ebbe a könyvtárba, ahol a projektünk található. Én ugye phonebooknak neveztem el ezt a projektet, és ide egyszerűen betettem ezt a járfájlt. Oké, ezek után a következő, amit tennünk kell, hogy a projektünkben a libraries-re kattintunk a jobb egér gombbal, és azt mondjuk, hogy add jar file, ez egy egyszerű járfájl. Itt kiválasztjuk, hozzáadjuk, és látjátok, hogy nekem már be is van ide téve. Ez egy olyan API, tehát egy, ami rengeteg mindent tartalmaz már eleve megírva, és mi használhatjuk. Nagyon fontos, hogy tudjatok róla, hogy van commercial, illetve van free license, ami azt jelenti, hogy ha pénzt akarsz szerezni a programodból, akkor már license-elt változatra lesz szükséged. Az iText-nek a honlapján bővebb információkat találtok az itextpdf.com oldalon. De mi nem akarunk kereskedni ezzel a programmal ebben a pillanatban, és elfogadtuk az ingyenes felhasználást. Feltételeket. Úgyhogy a következő, amit tenni fogunk, hogy létrehozunk egy új osztályt. Megmutatom nektek, hogy miért kell létrehozni egy új osztályt, úgyhogy inkább először itt fogjuk megcsinálni a dolgokat, és aztán vezetjük ki. Tehát azt mondom, hogy szükségünk van egy olyan metódusra, amit mondjuk elnevezek PDF generálásnak, generation, ha már minden angol, és fogadjon egy file nevet, ami a PDF-nek a neve lesz, illetve egy tartalmat, ebben a pillanatban ez legyen teszt szöveg. Létrehozzuk ezt a methodot, és most már, hogy igazából beimportáltuk a libraries-be ezt a járfájlt, tudjuk használni egyből az általa nyújtott szolgáltatásokat, ami azt jelenti, hogy létre tudunk hozni egy PDF file-t. Nézzük meg, hogy hogyan működik ez a gyakorlatban. Először is létre kell hoznunk egy új dokumentumot, és amikor beimportáljuk, akkor nagyon figyeljetek arra, hogy a com.itextpdf package-ből importáljuk be. Ez a dokumentum maga a file, tehát a dokumentum, ami ki fog menni PDF-be, ő képviseli ez az objektum, és hozzáadhatunk bármit igazából, amit meg szeretnénk jeleníteni. Én most egy try catch ág közé teszem a további kódunkat, reménykedve abba, hogy minden rendben le fog futni. És azt mondom, hogy egy új PDF writer-t hozok létre, hozzáadom az importtal, kérem a dokumentumunkat, és megmondom, hogy hova szeretném ezt elmenteni. Na most a file név lesz az, ami el fogja mondani, hogy mi lesz a file-nak a neve, és mi automatikusan hozzátesszük a .pdf-et, mint kiterjesztés, tehát egy üres dokumentum így gyakorlatilag el is készül, ahogy ezt meghívják, ezt a PDF generation-t. Következő, amit teszünk, hogy ezt a dokumentumot megnyitjuk. Ezt képzeld el úgy, mintha fognánk egy könyvet, kinyitnánk, és mostantól fogva beleírhatunk ebbe a könyvbe. Amit beleírunk, azt fogja látni a felhasználó a saját gépén majd ebben a fájlban. Ezek után egy viszonylag bonyolult dolgot fogok csinálni. Ne aggódj, elmagyarázom. Létrehozok egy új képet, ugyanis én készítettem egy logót nekünk erre a programra. Iszonyatosan hatásvadász. Telefonkönyv. A kontaktok és akik mögöttük állnak. Teljesen felesleges, de meg akartam mutatni, hogy hogy tudtok egy PDF dokumentumra képet tenni, és ez tűnt a legnevetségesebb megoldásnak, úgyhogy ezt választottam. Egy egyszerű logót oda helyezünk a dokumentum tetejére, ezt úgy tesszük, hogy egy image-et hozunk létre. Na most figyelj, ez az oka annak, hogy egy külön osztályt hozunk létre, és ezért csináltam itt egyelőre. Hogyha egy sima image-et szeretnék létrehozni, akkor hibát jelez. Azt fogja mondani, hogy ilyet ő nem talál az image-en. De miért? Azért, mert az image-et már használjuk ebben az osztályban. Emlékeztek, itt a menü
adatoknál létrehoztunk egy új image-et. És hogyha megnézed, akkor fent a Java FX-ből húztuk be az image osztályt. Tehát pontosan az történik, amire egyszer már egy korábbi videóban felhívtam a figyelmeteket, hogy két azonos nevű osztályt próbálunk meg használni egy fájlon belül. És ezért, mivel nem ezt az image-et akarjuk létrehozni a Java FX-eset, hanem a másikat, ezért az egyetlen megoldás ebben az esetben az, hogy beírom neki, hogy a com.itextpdf.text.image az az osztály, amire most gondolok, viszont ez így kegyetlenül hosszú ez a sor, és felesleges. Ez az egyik oka annak, a nagyobb oka annak, hogy külön osztályt hozunk most létre, és egyébként is logikailag elkülöníthető a PDF kreálás, úgyhogy azt mondom, hogy jobb egér gomb, ebben a package-ben új Java class létrehozása, és az lesz a neve, hogy PDF Generation. A metaadatokat, azokat kivesszük, és egyszerűen fogom ezt az egész metódust, és áthúzom ide a PDF Generation-be. És ebben az esetben már nem kell mindent leírnom az image elé, kiveszek mindent, hogy csak sima image-ként hivatkozzak rá, és amikor beimportálom, akkor már az itextes hivatkozásra mutatok rá, és így használhatom az image-et úgy, ahogy van. Itt viszont nyilvánvalóan példányosítani kell ebben az esetben a PDF Generation-t. És itt adok át neki egy file nevet, és egy tartalom. Így van. Szóval, most már csak meg kell értsük, hogy mi történik itt. Tehát készítünk egy image-et, egy image objektumot, ami az image.getInstance segítségével, ugyanúgy, ahogy már tettük korábban, megkeresi ezt a fájlt, ami itt van belül a projekten belül, egyszerűen csak beletettem ugyanúgy, ahogy a context, meg az export PNG fájlokat. Ezek után azt mondom, hogy méretezem ezt a képet, és beállítom az ő pozícióját, mennyire legyen jobbra, mennyire legyen fent lent, és hozzáadom ehhez a dokumentumhoz ezt a képet. Oké? Tehát ami most történik, az nem más, mint hogy abban a pillanatban, ahogy elindul a program, példányosítja a PDF kreátorunkat, és átad neki egy file nevet és egy tartalmat, ez a név, hogy file név, file nev, egészen pontosan ezt át is írom. Ő létrehoz egy fájlt ezzel a névvel, és azzal a kiterjesztése, hogy PDF, az hardcoded, tehát az azt jelenti, hogy itt belül kódoltuk, és nem változtatható, és hozzáad ehhez a dokumentumhoz egy JPG fájlt. Beállítja a méretét, beállítja a pozícióját, és utána hozzáadjuk. Most jön a következő rész, ami abból áll, hogy hozzáadunk a dokumentumhoz egy új paragrafust. Na ez már szöveg, megint beimportáljuk az iText-ből őket, és azt mondjuk, kérünk egy új paragrafust, itt láttok egy csomó backslash n-t, ugye, amit az Alt-GRQ kombinációval lehet leírni. Mivel minden angol, most itt eszembe ezért legyen ez is az, tehát azt mondom, hogy jobb egér gomb, refaktorálom, rename, és a szöveg pedig legyen egyszerűen text. Tehát azt mondom, hogy egy csomó új sort szeretnék kérni, hogy tördeljen be új és új és új és új és új sorokat, hiszen fent a dokumentumnak a tetején itt egy kép lesz. Nem akarok ráírni a képre, sem mögé nem akarok írni, úgyhogy szépen elkezdek sorokat hozzáadni, mint hogyha egy Word-be entereket nyomogatnám, és utána ad hozzá léci magát a szöveget. És egyébként ez az első paraméter, ahogy látjátok, és a második paraméternek pedig át tudunk neki adni betűtípust. Még mindig nincs vége, ugyanis most már láttátok olyat, hogy hozzáadtunk egy képet a dokumentumhoz, láttatok olyat, hogy hozzáadtunk egy új paragrafust a dokumentumhoz, most pedig egy új chunkot fogunk hozzáadni, beimportáljuk. A chunk az azt jelenti, hogy egy darab valami, adag valami. Ebben az esetben egy aláírásként fogjuk őt alkalmazni, ami azt jelenti, hogy megint csak hozzáadunk egy pár sort, és azt mondjuk, hogy generálva a telefonkönyv alkalmazás segítségével. Ide azt adsz meg egyébként, amit akarsz. Ez egy ilyen fémjelzése a kinyomtatott dokumentumnak, illetve a PDF-re generált dokumentumunknak, és létrehozunk egy új paragrafust, legyen ennek a neve Base, és hozzáadjuk ezt az aláírást, ami most már, hogyha minden angol, akkor legyen ez Signature. Oké, hozzáadtuk a paragrafust, mi a dolgunk? Hozzá kell adnunk ugye ezt a paragrafust a dokumentumhoz. Tehát ezt a Base-t, ezt hozzáadjuk szépen magához, a dokumentumhoz. Tehát még egyszer háromféle dolgot adunk hozzá, egy képet, megmondtuk a szélességét, pozícióját, utána hozzáadunk egy paragrafust, ami maga a tartalom lesz, ami érkezik ugye paraméterként. A file name-et is felhasználjuk ugye, az a legelső, hogy megmondjuk, hogy milyen, mi lesz a kimenő fájlnak a neve. És végül hozzáadunk egy aláírást, ez mind a dokumenthez hozzáment. Az exception-nél azt mondjuk, hogy írja ki nyugodtan, ha valami gond van, és legvégül ne felejtsétek el, muszáj a dokumentumunkat lezárni. Tehát ahogy itt megpróbáltuk megnyitni, illetve mindenféle csinálni, itt most mindenféleképpen lezárjuk ezt a dokumentumot, becsukjuk a könyvet, és így már mehet a becsukott könyv a nyomdába. Ennek így most elméletileg működnie kell, próbáljuk ki, tehát azt mondom, hogy amikor elindul a program, akkor egy file név nevű PDF-et generáljon azzal a szöveggel, hogy tartalom, próbáljuk ki.
lefut a program hiba üzenet nélkül, ami jó jel. Bejövök ide a NetBeans projektünkbe, és lássanak csodát, itt van egy PDF. Ugye még nem a gombhoz rendeltük hozzá, hanem csak kipróbáljuk, hogy működik-e, ezért futtattuk le. Itt van, hogy filenév.pdf, ez már jó. Megnyitom. És ott van a logónk, hát ezt majd egy kicsit még jobbra kell húzni, meg lehet is nagyobb. De itt van benne a tartalmunk, és az is itt van, hogy generálva a telefonkönyv alkalmazás segítségével. Hát lányok, fiúk, így kell PDF-et generálni, nem annyira nehéz, főleg, hogyha az iText-et használjátok, használhatok nyugodtan más kiegészítőt is. Én azért gondoltam ezt, mert ebben van tapasztalatom. A következő alkalommal pedig hozzá fogjuk kötni ezt a gombunkhoz, hogy amikor a felhasználó exportálni akar, akkor készüljön el maga a PDF fájlunk. A tartalmat pedig ugye a táblázatból kell kiszednünk. Úgyhogy mára ennyi voltam, gyakoroljatok, és a következő részben találkozunk. Tartsatok ki, tartsatok velem, sziasztok!